Szép jó estét kívánok! Önök a TEA 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem, igen, népszerű színművész, Seres Zoltán. Fogadják szeretettel. Szervusz, Zolikám! Hogy vagy? Köszönöm szépen. Jól. Jól. Fölkészültem. Mit jelent ez a jól? Mit jelent? Semmi. Ez végülis egy általános kérdés, általános válasz, de valóban azt jelenti, hogy jól. Hát akkor válaszok külön. A magánember hogy van, és hogy van a színművész? Hiszen a színművész körül elég sok vihar volt mostában, nem konkrétan körülötted, hanem a társulat körül. Ja, igen. Hát a magánemberi kérdés az röviden tényleg jól. Hát a viharok az engem a koncentrációmban, vagy a színpadi jelenlétemben, vagy az, ami mindennapos esti munkához kötődik, vagy a próbákhoz, az nem zavart soha. Nehezebben éltem meg, mint magánember, furcsa módon ezt a dolgot, de nem telepedett rám olyan nagyon nagy erővel. Voltak nehéz napok, vagy nehéz pillanatok ebben. De ha szétszedjük a kérdést, akkor is így is jól vagyok, köszönöm. Szóval most már rendeződő félben vannak a dolgok. Hát annyiban rendeződő félben vannak a dolgok, hogy van hely, ahol fogunk játszani. Vannak tervek. Ennyi, amit rendeződni. Amit azt lehet mondani, hogy rendeződtek a dolgok. De kanyarodjunk egy kicsit vissza. Durván 9 éve végeztél a főiskolán. Így van. Honnan... Sőt, most lesz 10 éve. Igen. Nyáron. Onnan a Víg Színházhoz ültél. Igen. Azt hiszem, azok a művészek, akik a Víg Színházt vallják alma maternek, azok mindannyian jól érzik magukat a bőrükben. Mitől? De attól, hogy amit én is éreztem még főiskolásként, én gyakorlaton is a Víg Színházban voltam, egyenesen a Víg Színházba kerültem, attól érezhetik magukat jól, hogy a Víg Színház egy 100 éves színház, abban van egy folytonosság, és ez a folytonosság, ez ad egy biztos támaszt az embereknek. Az, hogy ma a Víg Színházi kollégáim, bár mindennapos látleletet ugye nem tudok róluk, több-kevesebb időközben beszélgetek velük. Az, hogy most hogy érzik magukat, azt nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy sokat nem akarok erről a művésztáli a színházról beszélni, de mondjuk a mi példánkon okulva, vagy esetleg az egy... Most talán még jobban érezhetik magukat, vagy inkább azt mondom, hogy biztonságban. Nagyobb biztonságban érezhetik magukat. De a Víg Színház most egy olyan hely, Budapesten, egy olyan hely az országban, amelyik színházzal azt hiszem, hogy ilyen dolog, mint ami velünk történt, nem történhet meg. Tehát most a Víg Színház a múltjánál, a tradícióinál fogva egy biztonságos hely, és ha ebből a szempontból, ha a külső hatásokat vagy külső veszélyeket tekintem, ők jól érzik magukat, akkor teljesen jogosan. Mert egy bizonyos védettséget azért a Víg Színház a mai napig ad, és mindig is adott. Megbántad ezek szerint, hogy eljöttél? Nem. Nem bántam meg, mert éreztem egy kényszert. Ki akartam próbálni egy új helyzetet, ki akartam próbálni egy olyan helyzetet, amiben olyan kollégákkal játszhatom, akiket én nagyra tartottam, és nem játszottam soha. Ezt a döntésemet a mai napig nem bántam meg.
én azt gondolom, hogy ha az embernek van egy ilyen kényszeres, van egy ilyen lépés, valamit szeretnék most kipróbálni, mert abban a korban vagyok, hogy ezt most még meg tudom tenni, abban a korban vagyok, hogy az ambícióim is minden ezt szolgálja, akkor ezt meg kell tenni. Hát ilyen szempontból nem bántam meg azt, hogy fölvetődött bennem egy kérdés, ezt megválaszoltam, és aztán meg is léptem. Tudnék, azért kérdezem mindezt, mert ez a művész színház, tehát a Tália elődje. Igen. Majd a Tália, ez nem úgy indult, hogy ez véges lesz. Hihetetlen jó erőkkel. Szóval ilyen színész stábbal én nem hiszem, hogy rendelkezett. Tehát ilyen művész erőkkel egyetlen színház sem, mint a ti társulatotok. Tehát ez sokkal jobb sorsra volt érdemes, mint ami lehet. És csodálatos produkciók keletkeztek. Én annyiban helyesbítenélek, Péter, hogy ilyen erejű vagy ilyen képességű társulattal még azért van egy pár színház, amelyik rendelkezik szerintem Magyarországon. A helyzet volt új, egy teljesen újszerű helyzet, tekintve a gazdasági és politikai és egyéb körülményeket egy olyan helyzet volt, amit kihívásnak lehet tekinteni a színházi szakma felé is. Tehát ebből a szempontból egy lóhossz, vagy egy féltesthossz előny az, ami ezt az izgalmat szolgálta. Az, hogy jobb sorsra érdemes, vagy ezt a szót használtad, azt hiszem, nem tudom, ez különös, de egyik színház sem bízhat abban, hogy létrejön egy új helyzet, létrejön egy ilyen új társulat, mert ez valóban új társulat. Régebbi színházaknak még cserélődik a társulat, de nem áll elő egy ilyen vadonatúj helyzet. De senki nem bízhat abban, amikor a Katona József Színház annó volt egy ilyen helyzet, de hát azért ott a Nemzeti Színházi, hát azért ott az átcsorgások azért inkább megvoltak, csak az akkor szeparálódott, és egy teljesen új vezetéssel indult egy színház. A Katona József Színház sem futatta be szeptember 1-től 30-ig azt, amit ő később befutott. Ez hosszú évek alatt alakult ki. De ez a színház, a mi színházunk ma is 3 éves, hogy hosszú évekről beszélni sem lehet. Ennek lett volna ideje. Tehát a jobb sorsra érdemességet én úgy értem, hogy ez nem futhatott oda ki. Így gondoltam. Ahová ez kifuthatott volna, az az idő nem állt rendelkezésére ennek a színháznak és ennek a társulatnak, hogy valóban igazán egységesen, tömören, bemutatóról bemutatóra egyre jobb és egyre erősebb produkciókat hozzon létre. Pont ez az a fordulópont, amikor elkezdene igazából működni nagyon jól. Amennyiben a jó Isten megadja a sanszot erre, pont ez az az időpont, amitől elkezdene működni jól egy színház. De mivel, hogy ti keményfejű emberek vagytok, tehát a sors kihívásaival szemben is felvetétek a ledobott kesztyűt, együtt maradtatok. Igen. Egy más helyzetben, mostuhább körülmények között folytatjátok. Igen. Ez optimista ember vagy? Alapvetően. Nem, alapvetően nem. Alapvetően nem hajlamos vagyok nagyon összegömbölyödni. És mindig mások optimizmusa vagy derűje, vagy olyan szemszöge változtatta meg a véleményemet, ami ha eszembe jut is, de nem merem magamban sem fölvállalni azt, hogy igen, az is lehet egy lehetőség. Valamitől egy ilyen visszafele fordulós vagyok, és nem mondanám azt, hogy optimista. Bár ez mostanság egy pár év azért megváltozott bennem. Na. De alapvetően mondom, hajlamos vagyok összegömbölyödni, és belül dolgozni, hallgatni, ami borzasztó idegesítő lehet egyébként. Te hova sorolod magad? Melyik kategóriába? Te melyik zsáner vagy, mint színész? Hát gondolom, ezt két részre kell bontani. A néző szemszögéből egyrészt, másrészt szakmai szempontok. A szakmai szempontjai, hát akik ismernek, azok ismerik a képességeimet, vagy tudják azt, hogy mi mindent lehet rám bízni.
A néző szempontjából 192 centi magasan, ezzel a fizikummal, amin van, mondjuk ezt nem nehéz kitalálni. Vannak persze kötelező szakszavak, hogy hős, meg karakter, meg nőknél primadonna, meg szubret, meg szóval mindenféle ilyen dolgok vannak, ezek a kötelező körök, amik egyébként érvényesek, mert tradicionális kifejezések is sok-sok évszázad szülte. Ebből a kötelezőből mondjuk én hős vagyok, de én nem feltétlen, soha nem éreztem késztetést arra, például, hogy Rómeót játszom. Soha nem is játszottam? Nem. Soha életemben nem vágytam. Például. Mire vágytál? Van szerepálmod? Nincs. Nincs. Amikor főiskolás voltam, akkor volt. Aztán rájöttem, hogy végül is én a rengeteg szerepből kiszúrtam magamnak egyet, kettőt vagy hármat. Aztán rengeteget nem ismerek. Miért álmodjak, amikor egy csomó olyan jöhet, amit nem is ismerek, egy csomó olyan jöhet, amit ismerek, és olvasva nem szeretem, és közben próbálva esetleg ide, hogy mégiscsak nagyon szeretem. Úgyhogy azt mondtam, hogy nem szabad álmodni. Ebből a szempontból szerintem nem. Úgyhogy ezekről a fajta álmokról lemondtam, és én mindig azzal álmodom, vagy mindig azzal próbálok meg álmodni, vagy az az élőlényem, a szerep azért egy élőlény, azzal együtt élni, ami, vagy aki, ha már élőlény, aki éppen van. Úgyhogy ez egy fajta védekezés is persze, mert azt mondom, hogy és mi van akkor, hogyha egyszer 60 évesen, vagy x évesen végig gondolom a dolgaimat, és azt mondom, hogy hát ez sem, az sem, nem álmodom, ilyet nem. Zenés szerepeket, táncos szerepekre nem vágysz? Nagyon szeretem a zenéset. Hát azért játszottam, mert a Fekete Péter Vígszínházban az volt, vagy a West Side Story, vagy a Vörös Lámpás Ház az Operett Színházban, ami sajnos nagyon kevés előadást ért meg. Játszottam, nagyon szeretem őket, mert azért az egy egész másfajta kondíciót kíván, mindenféle szempontból. Más koncentrációt, nagyon összetett és nagyon-nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz műfaj. Nehéz jól és ízléssel csinálni. Rendkívüli pontosság kell hozzá. Nem feltétlen csak a zene miatt, már elsősorban a zene miatt, de pont attól, hogy zenés, a zenék közötti idők is nagyon-nagyon pontosak. Mondjuk a West Side Story például az eklatáns példája annak, hogy milyen fantasztikusan pontosan, precízen kell játszani az úgymond prózai jeleneteket is. Nekem egy nagy élményben volt a közelmúltban részem, a Thália Színházban. Rég nem hallottam ilyen ütemes, hosszú-hosszú ideig tartó vastapsot, mint az Egerek és emberek című előadás után. Ezt ti belül hogy élitek meg? Nehéz, mert nagyon zavarosak a körülménye, hogy létrejött. Végül is ez egy mentő volt a színháznak, mert egy másik produkcióra készültünk, az pénzügyi okok miatt nem jött össze, ezért került elő az Egerek és emberek, és hát rendkívül szoros és rövid időt kellett megcsinálni. A lehető legegyszerűbb körülmények, ez díszlet jelmezre is értem. És hát bízva a történetben, azért ez egy népszerű és nagyon jó történet, egy olyan az amerikaiak közül a jobb, a nagyon jó amerikai, és egyébként a könyv is fantasztikus. Az egy költemény, nem egy prózai mű, én egy költeménynek tekintem. És hát nagy volt a várakozás, meg nagy volt a félelem, de végül is beigazolódott az, hogy ebben a nagyon nagy zűrzavarban és kuperájban, amikor rászakad a fejünkre minden, és az emberek nem tudnak választani. A közízlés sajnos nagyon lerombolva, vagy egy kicsit lerombolva. Az emberek nagyon nehezen tudják eldönteni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit szeressek, mit nem. És hogy abban ez az Egerek és emberek, ami mondom, nagyon egyszerűen van megcsinálva, többek szerint túl egyszerűen, ez hat. És az egy öröm, vagy egy jó érzés, hogy az emberek ezt szeretik nézni. És lehet érezni, hogy ők most úgy itt úgy leültek, és ezt úgy megnézik. És ez nagyon jó dolog, átjön. Hogy egy ilyen hat. Hogy ez átjön, oda-vissza. Ugyanakkor előre kell nézni, mert
új színház, új parti, új remények, már új épület. Ugyanez nem a reklámhelyed, azért el kell, hogy mondjam, hogy hol lesztek láthatóak. A Stefánia út, most meg nem mondom, hogy hogy hívják a ez a néphadsereg. Magyar, hát a néphadsereg, igen, csak az most már elmúlt, a néphadsereg. Kultúrháza. Az volt, ez a Stefánia, ez egy gyönyörű épület, igen. Annak van egy színházterme, és ott fogunk játszani. Én azt kívánom neked, hogy maradjon együtt ez az igen életképes társulat. Nagyon-nagyon sok sikerben legyen az elkövetkezendő években részed, úgy itt, mint máshol, filmben, tévében, rádióban, hiszen megérdemled. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.